A mostani videó arról fog szólni, hogy hogyan tudunk az alvás alatt több zsírt égetni, azaz többet fogyni. Szeretetek, köszöntök mindenkit! A testünkben a zsírégetés az éjszaka során az alvás alatt történik, napközben nagyon kevés zsírt égetünk csak, tehát éjszaka az alvás alatt fogyunk valójában. Az alvásnak ugye több fázisa van, ezeken belül a mély delta fázisban égetjük el a legtöbb zsírt. Tehát ha több zsírt akarunk égetni, azaz jobban akarunk fogyni, akkor azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy miként tudunk többet a mély delta fázisban eltölteni az éjszaka során. A mély delta fázist a testünk legfőbb zsírégető hormonja, a növekedési hormon aktiválja. Tehát a végső valódi kérdés, hogyan tudunk több növekedési hormont termeltetni a szervezetünkben, hogy minél többet legyünk a mély alvásban, és ezáltal lehető legtöbbet tudjunk fogyni. Erre a mély delta fázisra először is az alvóhelyünk környezete van hatással, ezen belül főként a szoba hőmérséklete. A legtöbbet akkor vagyunk mély delta fázisban, ha a szoba hőmérséklete olyan 18-20 fok közötti. A szoba sötétsége is hat a mély delta fázisra, minél kevesebb fény jön be, annál jobb, mert ugye annál több melatonin termelődik, a melatonin pedig elősegíti a növekedési hormon termelődését. És végül az alvásunk hossza is meghatározó, illetve az ezzel összefüggő stressz szintünk. Ha nem tudunk aludni, vagy elaludni, vagy gyakran felébredünk az éjszaka során, az gátol minket a hatékony zsírégetésben. Az alvási problémák okairól és megoldásairól készítettem korábban egy videót, betettem a videó leírásába, meg lehet ott nézni. Az alvás minőség után a következő hatékony eszköz a kezünkben, hogy több növekedési hormon termelődjön a szervezetünkben, és ezáltal több zsírt égessünk az alvás alatt, az a nap során elvégzett edzések, gyakorlatok, fizikai tevékenység minősége és mennyisége. Mint ahogy az elején beszéltem róla, a zsírégetés jelentős része az nem a napközben elvégzett edzések, gyakorlatok, fizikai munka során megy végbe, hanem éjszaka, a regenerációs időszak alatt. A legtöbb növekedési hormont a nagy intenzitású, nagy erővel végrehajtott gyakorlatokkal tudjuk elérni. Tehát nem a hosszan elnyúló, közepes tempójú futással vagy úszással, hanem a maximális gőzzel elvégzett sprinttel, vagy a nagy súlyok emelésével, bármilyen fizikai tevékenységgel, ami nagy intenzitással jár, és sok erő kell hozzá. Itt fontos megemlíteni még azt is, hogy az edzés előtt, alatt és után elfogyasztott fehérjeitalok, szeletek akár teljes mértékben le tudják állítani a zsírégetésünket. Bőven van a szervezetünkben fehérje, semmi szükség nincs arra, hogy az edzéshez kössük a fehérje, sék vagy szelet bevitelét, már csak azért sem, mert nem akkor történik a felhasználásuk, hanem az éjszaka során a regenerálódás alatt. Az edzés lényege, hogy stresszeljük a szervezetünket, hogy ezáltal több növekedési hormon termelődjön a testünkben az alvás során. A harmadik eszköz a kezünkben az alvás alatti zsírégetés fokozásához a böjtölés. A böjtölés 2-3-szor több növekedési hormon tud termeltetni, mint az edzés, tehát sokkal hatékonyabb. Az éjszaka során ugye nem étkezünk, ezért lényegében zsírégető módban vagyunk, tehát amikor felkelünk reggel, az éjszakai böjtünket meghosszabbíthatjuk, ha nem étkezünk mondjuk reggel és délelőtt, csak mondjuk késő délután. Tehát tegyük fel, utoljára este 8-kor ettünk, majd legközelebb másnap délután 16 órakor étkezünk, ez azt jelenti, hogy egy 20 órán át lényegében nem eszünk. Ez az időszakos böjtölés, a fogyás, a zsírégetés egyik leghatékonyabb eszköze. És végezetül az 5 legjobb támogató vitamin és mikrotápanyag csoport, a növekedési hormon szintünk növeléséhez. A B-vitaminok főként a B1, ami a jobb alvást segíti elő, és a B3, ami közvetlenül a növekedési hormon termeléshez hasznos. Az arginin és a kreatin elősegítik a növekedési hormon termelődését, ugye ezekből a fehérjékből a vörös húsokban van sok. A cink növeli a férfiaknál a tesztoszteron szintet, a megfelelően magas tesztoszteron szint elősegíti a magasabb növekedési hormon szintet. A D-vitaminnak is fontos szerepe van a hormonok termelődésében. És az ötödik, a kálium és a magnézium, a két fő nyugtató ásványanyagunk, nyugtatják az idegrendszert, az izmokat, így ezzel elősegítik a stresszmentes, nyugodt alvást.
Végezetül nézzük meg azt is, hogy melyek azok az ételek, vegyületek, szerek, amelyek gátolják a növekedési hormon termelődését, így ezzel a zsírégetésünket. Először is a nagyüzemi mezőgazdasági termelésben használt permetszereknek gátlóhatása van, ez még egy indok arra, hogy törekedjünk arra, hogy minél tisztább élelmiszereket fogyasszunk. Aztán a gyógyszerek többsége is sajnos a zsírégetésünk ellen dolgozik, sokan a sok szedett gyógyszer miatt nem tudnak lényegében lefogyni. És végül a napi túl sok gyakori étkezést kell megemlíteni, azaz a naponta három vagy több alkalommal étkezünk, plusz még ugye nasizunk is. Hiába edzünk mellette, azzal jelentős mértékben visszafogjuk az éjszakai zsírégetésünknek a mértékét. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.